Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Ha emlékeznek rá, hát akik itt voltak nyilván, de akik itt voltak, azokat kérdezem, mennyire emlékeznek rá, hogy egy rádió műsornak a címével kezdtem az ige hirdetést. Ugye játék és muzsika 10 perc, mert ez a kinyer ma, és arról beszéltem, hogy csodálatos volt, hogy néhány taktusból, 3 másodperces bejátszásból a versenyzők mindent tudtak. Tudták, hogy ki volt a zeneszerző, tudták, hogy mi a mű címe, tudták azt, hogy mikor jelent meg, tudták az előadó neve, mindent tudtak. És ez engem mindig is nagyon elkápráztatott, és egy héttel ezelőtt azt mondtam, hogy arra a merészségre vállalkozik, aki a jelenések könyvét próbálja igehirdetésben, vagy egyáltalán valamilyen magyarázatban elmondani, vagy elmesélni, hogy miről szól, mint ezek a játékosok, akik 3 másodpercből kell, hogy az egész művet ismerjék. Mert nekünk a kinyilatkoztatott dolgok, ezek a rész szerint való ismeretek, tudások, ezek nem adják meg, hogy a teljes művet ismerjük. 21 fejezet, ahol most tartunk, de hogyha 22-et is elolvassuk, azzal sem érjük el azt a tudás szintet, hogy azt mondjuk, hogy tudjuk, értjük, ez lesz. Mert a jelenések könyve a jövőről szól. Arról a sajátságos dologról, hogy miközben a múltban íródott, de a jövő, a beteljesedés felé haladó jövő van a mi emberi gyarló szavainkkal körülírva. Ezt mondtam a 14., a 13., 14. és 15. fejezettel kapcsolatban. Na most képzeljük el, hogy a 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. és 22. fejezetről szeretnék most szólni nektek. Hát ha az a Kinyer ma játék és muzsika 10 percben műsor címet kapta, akkor ez egyenesen az egyik filmnek a címét, hogy lehetetlen küldetés. Hát hogy lehet? Egyrészt ezt az irgalmatlan távlatot, másrészt pedig a szimbolikus nyelvezetet az ember számára néhány perces igehirdetésben összefoglalni. De nem is ez a cél.